Egyre több külföldön, a térségben főként Ausztriában és Németországban dolgozó magyar keresi fel a NAV Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatait, hogy igazolást kérjenek a külföldi hatóság nyomtatványán a Magyarországon szerzett jövedelmeikről. Az ügyintézéshez a külföldi adóhatóság nyomtatványa és egy kérelem szükséges, ami elérhető a NAV honlapján a nyomtatványok menüpontban. A külföldi nyomtatványt az igénylőnek kell beszereznie. A kérelmet egy, míg a külföldi dokumentumot kettő, Németország esetén három példányban kell kitölteni és aláírni. A tapasztalatok szerint sokan szeretnék e-mailben vagy e-papíron kezdeményezni az ügyintézést, azonban szkennelt vagy fotózott dokumentum nem alkalmas külföldi igazolás ügyintézésére az eredeti aláírás hiánya miatt. Gyakran kell hiánypótlásra felszólítani az ügyfeleket, ilyenkor csak később jutnak hozzá az igazoláshoz. A leggyakoribb problémák, hogy nem írják alá, eltérő évet jelölnek a kérelmen és a külföldi dokumentumon, nem csatolnak mellé kérelmet, csak kérelmet küldenek külföldi irat nélkül, illetve csak egy eredeti példányt küldenek a külföldi nyomtatványból. Akinek volt adóköteles jövedelme Magyarországon, annak csak azután adható ki az igazolás, ha a NAV által készített adóbevallási tervezetet szükség esetén módosítás vagy kiegészítés után már elfogadta, vagy önállóan benyújtotta személyi jövedelem adóbevallását. A bevallási tervezet a NAV ESZIA portáján érhető el, többek között ügyfélkapus azonosítással. Akinek nem volt Magyarországon adóköteles jövedelme, annak elegendő erről a NAV külföldi jövedelemigazoláshoz ajánlott kérelem nyomtatványán nyilatkoznia, nem kell nulla adattartalmú ESZIA bevallást benyújtani. A külföldi jövedelemigazolással kapcsolatos tájékoztatók megtalálhatók a NAV honlapján.